sarokba vehették a helyüket a gyerekek, befejeződött a Mackó Kuckó óvoda felújításának első üteme. Utoljára ehették idén kedvencüket a diákok, gyümölcsleves és milánói zárta a programot. 12 alkotó, rengeteg stílus és műfaj, megrendezték az első nemzetközi művésztelepet Gyulán. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Több mint 500 000 forint pénzbüntetést kapott gyorsított eljárásban az az 55 éves gyomaendrődi férfi, aki ittasan és vezetői engedély nélkül vezetett még március 23-án. A vádlott a reggeli óráktól kezdődően a nap folyamán nagyobb mennyiségű pálinkát fogyasztott el. A férfi ennek ellenére kora este beült az autójába és úgy közlekedett, hogy vezetői engedéllyel sem rendelkezett. A rendőrök Gyomaendrődön a Rákóczi Ferenc utcában állították meg. A közúti ellenőrzésnél alkoholszondát is alkalmaztak. A vádlottat egyszer már megbüntették szintén ittas járművezetés miatt, mely ítélet jelen cselekmény előtt 4 nappal emelkedett jogerőre. A férfi büntetett előértő, éppen ittas járművezetés miatt volt már büntetve, ezért a Szarvasi Járásbíróság viszonylag nagyobb összegű 560 000 forint pénzbüntetést szabott ki vele szembe, és 2,5 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől. Az ítélet ellen senki nem fellebbezett, így az jogerős. Az alacsony bérek miatt tiltakoztak az Alföld Víz dolgozói Békés Csabán. A cég szakszervezete azért hívta össze a munkavállalókat, hogy az aláírásuk mellett jelenlétükkel is felhívják a figyelmet azokra a problémákra, amely véleményük szerint a cég fennmaradását veszélyeztetik. A keresetek alacsony színvonalat azt eredményezi, hogy a szolgáltatás biztonsága forog kockán. Az Alföldvíz szakszervezetének vezetői és a cég dolgozói kedden reggel azért gyűltek össze a Nagy Imre téren, hogy az alacsony bérek miatti elégedetlenségüknek a nyilvánosság előtt is hangot adjanak. A munkavállalói elégedetlenségnek a élére állt a szakszervezet akkor, amikor aláírásgyűjtés kezdeményeztünk. 927 munkavállaló fejezte ki véleményét aláírásával, hogy változtatni kell ezen a rendszeren, ezen a bérrendszeren, ez nem tartható fenn tovább. Az elégedetlenséget kifejező akcióhoz a szakszervezet ifjúsági tagozata is csatlakozott, mert mint a vezetőjük elmondta, az alacsony bérek miatt sokan hagyták ott az Alföldvíz ZRT-t, és a szakember utánpótlás is veszélybe került. Az ifjúság nem fog már az iskolapadban sem beülni, nem fognak elmenni vízügyi szakra, ebből következik, hogy a képzés már hiányos. A jelenleg elmenő kollégákat nem pótolják, maximum főiskolai vagy egyetemi végzettségű diplomás emberek, akik nem a fizikai munkakörbe fognak beülni, hanem szellemi vezetők lesznek. A dolgozók által aláírt petíciót a szakszervezet elnökasszonya személyesen vitte be az Alföldvíz ZRT rendkívüli közgyűlésére, akik gyorsan reagáltak a beadványra. A probléma nem csak az Alföldvizet érinti, hanem majdnem a teljes hazai vízi közműszektor. Ezeket a problémákat nyilván orvosolni kell, ezt meg is próbálja a cégvezetés. Ez a mai rendkívüli közgyűlésünk is ezt a célt szolgálja, hiszen megpróbálunk megoldást találni, mind a cégvezetés, mind pedig az önkormányzatok, vagy hát a tulajdonosai a cégnek, az önkormányzatok vezetői, illetve az államnak a képviselője. Az Alföldvíz ZRT kommunikációs vezetője hozzátette, a cégvezetősége azon van, hogy minél hamarabb megoldja a felmerült problémákat, és bíznak benne, hogy rövidesen kedvező fejleményekről tudnak majd beszámolni. Visszavonhatatlanul itt a tavasz, ennek egyik bizonyítéka, hogy április 15-től ismét működnek a szökőkutak Békés Csabán. A városi szökőkutak üzemeltetőjének munkatársai már megkezdték a téli ponyvák eltávolítását. A beüzemelés előtt, vagyis még ezen a héten alaposan átvizsgálják és kitakarítják a medencéket, és elvégzik a gépészeti munkákat. Ezután feltöltik vízzel a rendszert, és következhet a próbaüzem, hogy jövő hétfőtől ismét gyönyörködhessenek a létesítményekben az arra járók. Békés Csaba főterén és környékén 5 szökőkút van, emellett számos díszkút és csobogó kapott helyet a városban, hogy felfrissítse majd a melegben a csabaiakat és az ideérkezőket.
Befejeződött a Mackó-Kuckó óvoda felújításának első üteme. Az intézmény belső tereinek átalakítása márciusban ért véget, így a gyerekek áprilistól vissza is térhettek az épületbe. A kicsik újra birtokba vehették a sakjátszó teret a megújult Mackó-Kuckó óvodában. Az intézmény vezetője elmondta, az energetikai korszerűsítés részeként felújították a teljes fűtésrendszert, valamint új kazánt kaptak, és a nyílászárókat is kicserélték. Nagyon sok időt töltöttünk távol az óvodától, 9 hónapig voltunk átmeneti helyszíneken. A nyarat az Erzsébet-helyi általános iskolában töltöttük, két hónapig tartózkodtunk ott a gyerekekkel, és a nyár végén, augusztustól pedig a Volt Égla közösségi házban kaptunk elhelyezést, illetőleg egy csoportunk a Jeminei közösségi házban volt. Úgyhogy a gyerekek számára ott is igyekeztünk ezeken a helyszíneken megfelelő feltételeket kialakítani. Az óvoda vezető hozzátette, az átalakítás második részeként a teljes tetőszigetelés mellett napelemeket szerelnek fel, és a külső homlokzatot is felújítják. Az Orosházi út 2 szám alatt található Mackó-Kuckó óvoda felújítására, illetve a Vlasics 4 szám alatt található 100-szor szép művészeti bázis óvoda felújítására, energetikai korszerűsítésére nyert a város mindösszesen 123 millió forint összegű uniós támogatást. Ebből a forrásból az épületeknek az energetikai korszerűsítését lehet csak és kizárólag megvalósítani. A Mackó-Kuckó óvoda teljes felújítása várhatóan a nyár közepére fejeződik be. Utolsó állomásához érkezett a kedvenc menüprogram. Ezúttal a Szávió Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulójának köszönhetően gyümölcslevest, milánói makarónit és ibúlevet fogyaszthattak a Békés Csabai általános iskolások. Csak az. A 8-os Bálint József reggel az egyik konyhára is elmehetett, ahol a Békés Csabai Gyermekélelmezési Intézmény igazgatója mutatta be az ételek elkészülésének folyamatát. Elég sok mindent láthattam. Hát kipróbáltam, hogy hogy sütik a bolonyainak a alapját. A katolikus általános iskola tanulója az ebédszünetben már maga tálalhatta az ételt diáktársainak. Az iskola diákjai örömmel fogadták a szokásosnál nagyobb adagokat. Hát én a gyümölcslevest különösebben nem szeretem, de a milánóit azt nagyon. Az az egyik kedvenc ételem. A Békés Csabai Gyermekélelmezési Intézmény igazgatója kiemelte. A 2018-ban indult program célja az volt, hogy a gyerekek javaslatot tehessenek arra, mit szeretnének enni ebédre. Hozzátette, a kedvenc menü az összes Békés Csabai általános iskolába ellátogatott. Jó számok jöttek össze, hogyha szabad ilyet mondom, ugyanis rengeteg javaslat érkezett, több mint 2000, közel 2500 javaslat volt, amit a gyerekek tettek. Nyilván vannak olyan top ételek, amivel nem lehet mondjuk versenyezni egy paradicsomlevessel, egy bolonyaival, egy gyümölcsleves, egy húslevessel, de ezen kívül én úgy gondolom, hogy nagyon sok tapasztalatot szereztünk, és nagyon jó visszajelzések érkeztek a gyerekektől. A kedvenc menüprogram sorozat ugyanaz általános iskolákban véget ért, de a tervek szerint átalakított formában a középiskolákban és a kollégiumokban folytatódik majd. Idén 142 oktatási intézményből 3256 rajz érkezett a Biztonságos Közlekedés Gyermekszemmel című rajzpályázatra. A Békés megyei Balesetmegelőzési Bizottság és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága idén 26. alkalommal hirdette meg a rajzversenyt a megye valamennyi általános iskolájában és óvodájában. A kiírás témája ebben az évben a mobiltelefon vezetés közbeni használata, valamint a fülhallgató használata és a biztonságos közlekedés volt. A Békés megyei óvodákból és általános iskolákból beérkezett munkákat kedden értékelte a zsűri Békés Csabán. Minden korcsoportból 6-6 alkotást választottak ki, amelyeket továbbítanak az Országos Balesetmegelőzési Bizottsághoz. A pályázatot támogató intézmények, cégek és vállalkozások képviselői szintén kiválasztották azokat a pályaműveket, amelyeknek a készítőit 2019. május 14-én díjazzák majd. Az ünnepséggel egyidejűleg 150 rajzból kiállítás is nyílik. A tárlatot 2019. május 19-ig várja majd az érdeklődőket.
Első alkalommal szerveznek nemzetközi művésztábort Gyulán. A programra 12 alkotó fogadta el a meghívást. A nagy közönség a munkafolyamatba is betekintést nyerhet, majd a táborban elkészült alkotásokat egy kiállításon is megtekinthetik az érdeklődők az Erkel Ferenc Művelődési Házban. Csak az a feladatunk, hogy alkotunk. A képzőművészek szerint az a legfontosabb, hogy egy ilyen táborban teljesen szabadjára tudják engedni az alkotó énjüket. Keleti piac utca részletet festek, és ez kedvenc téma. A tábor egyik szervezője elmondta, hogy ilyenkor kiszakadnak a hétköznapokból, és csak az alkotó munkára koncentrálnak, ráadásul eközben egymástól is sokat tanulhatnak. Budai Mihály kiemelte, hogy ezekben a napokban a közönség is betekintést nyerhet a munkafolyamatokba. Ne csak a művészek találkozzanak egymással, hanem a helybeliek is üljönek be, és nézzék meg, hogy születik a csoda. Mert nem biztos, hogy minden ember látott már alkotás közben egy művészt. És minden művész egy kicsit másképpen dolgozik. Hiába olajjal dolgozok én is, meg a másik is. Én az ujjammal festem a 80%-át a képnek, másik művész ecsettel, akkor van, aki pasztellel. A Fürdőváros 2008 óta a magyar kultúra városa. Kónya István alpolgármester kiemelte, hogy a gyulai nyári művésztelep már 50 éve sikeresen működik. Most azonban egy nemzetközi tábort hirdettek, amellyel a helyi művészeket is segítik. Azt gondoltuk, hogy ha egy nemzetközi művésztábor szervezünk, akkor a gyulai alkotók is meg tudják tekintetni, hiszen ahogy elhangzott, egészen más technikával dolgoznak, akár Ukrajnában, vagy Üzbegisztánban, vagy Romániában, és szeretnénk egy kicsit a művészetet egyetemissé tenni. A műkedvelők az elkészült alkotásokat péntektől az Erkel Ferenc Művelődési Házban láthatják. Könyvtárhasználati és rejtvényfejtő versenyt rendeztek a Békés-megyei Könyvtárban hétfőn. A rendezvény a Csabai Kulturális Játékok program sorozat része volt. A verseny témája idén a 175 éve született Munkácsi Mihály volt. A rendezvényt a Békés-Csabai Életműdíjjal kitüntetett Túriné Kovács Márta nyitotta meg, aki hosszú évtizedeken át vett részt a város kulturális, sport és ifjúsági programjainak szervezésében. Hát a városban több mint 4 évtizede rendeznek kulturális versenyeket, elsősorban általános iskolás, de középiskolás gyerekek számára is. Ezek a versenyek széles spektrumot ölelnek föl, több művészeti ág területén rendezik meg őket. A ma megrendezett verseny, ez speciálisan a könyvtár használatra vonatkozik, könyvtári ismeretekről adhatnak számot a tanulók és versenkednek egymással, illetőleg a rejtvényfejtés titkaiba avatják be őket az előkészítők. A Békés-Csabai Petőfi utcai általános iskola felkészítő tanára már több mint 4 éve vesz részt segítőként a versenyen. Gregsza Attiláné elmondta, hogy a felkészülés alatt a gyerekekkel átnézték Munkácsi Mihály életrajzát és kielemezték a festményeit is. Amit tudok, átadok nekik nagyon szívesen. Viszont a gyermekeknek egy nagyon nagy élmény, számomra az volt nagyon jó érzés, hogy rácsodálkoztak egy Munkácsi festményre, és azon lepődtek meg a legjobban, hogy ez itt található nálunk, akár Békés-Csabán, akár Budapesten, és igazából szerintem sokkal, tehát kitárul előttük a világ a művészetek szempontjából, a másik, hogy minden áron tanulnak. A rejtvényfejtő versenyre már a harmadik osztályos diákok is jelentkezhettek. A könyvtár használati vetélkedőre csak a felső tagozatos tanulók nevezhettek, akik az egész intézményt bejárták a megmérettetésen. Lexikon használat van, könyvkeresés van, illetve hát van olyan játékosabb típusú feladatunk is. Az egyik a könyvtár gyerekkönyvtárban meg kell mondani, hogy milyen állományegységeket hol találnak, és ezt egy alaprajzon, egy térképen kell elhelyezniük. Vagy a legújabb terünk a Digilabor, ahol egy viszonylag egyszerű rejtvényfejtés után a választ azt egy kis robot megfelelő helyre irányításával kell megadni. A Békés-megyei Könyvtár igazgatója kiemelte, a program fő célja az, hogy a felkészülés alatt a gyerekek megismerkedjenek a könyvtárak által nyújtott lehetőségekkel. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!